Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. He ain't no licks in the... Szevasztok, ez itt Modding Nation egy újabb videóval, és ma ez a videó nem lesz annyira érdekes, azért mert sajnos belakadtam egy ilyen problémába, amiben már tutítik is belakadhattatok, hogyha módoltátok már GTA-tokat. Nem tudom, hogy miért történik ez, lehet ez ilyen update véget, vagy lehet ez egy ilyen, nem tudom, ilyen furi dolog, nem tudom, hogy mi ez, de van egy scripthook problémám, és ez a scripthook probléma az olyan, hogy az jön nekem ki, hogy update-elnem kellene, vagy valamilyen fatal error-t tudok ki. Nem tudom, hogy ti ehhez értetek-e, hogy már módoltatok egy GTA-t még ezelőtt, de csak hogy nagyon kellene egy komment nekem megmondani, hogy mi történik, mert nem tudom, hogy mi ez, nem tudom, hogy miért nem megy. Próbáltam egy gen konfigot tenni, próbáltam replace-elni scripthook-omat, próbáltam mindent megcsinálni, de nem ment. Sajnos valami probléma van itt, mert ha nem fogom tudni tovább, nem fogjuk menni a játékom, akkor sajnos továbbra a GTA 5 videója nem lesznek. Szóval, hogy lássátok, itt van a scripthook, critical error, fatal, és nem tudom, hogy mi ez, mondja nekem, hogy supported versions 1.0.3352, nem tudom, hogy az mi. És fölmentem, ez OpenIV, fölmentem ide a AB Software Development-ra, ahol csinálják ezt a scripthook-t, és akkor letöltöttem, és lássátok, itt kidobja nekem, hogy supported versions, hoppá, bocsánat, 1.0.3352. És az a probléma, hogy supported patches, itt mondja, az 1.0.3.3.2 vagy 1.0.1.8.6.8.0. És én játékom ez a verziója. Igen, released, azt mondja, hogy 16. december 2019. Nem tudom, amíg kellene várni, hogy update-el magát ez a scripthook-v, de nagyon furcsa, én nem tudom, hogy mi ez, de hogyha így lesz továbbra, akkor nem hiszem, hogy fogok tudni GTA 5 videókat csinálni, de tudni, hogy fogok tudni GTA 4 videókat, vagy akármi, hogyha akartok, akkor cross-out videókat is csinálhatok, vagy inkább csak GTA 4. De valójában a GTA 5-re szerintem most fog kellenünk várni, hogy valami ezt a problémát valahogy megoldjam, mert hogyha nem fogom tudni, akkor komolyan nem lesz jó. Szóval, ha tudtok segíteni, akkor léci, hagyjatok egy kommentot lent, és mondjátok egy kommentben meg, hogy mit csinálok, vagy hogy csinálok-e valamit a main directory-val, vagy én nem is tudom, szóval ha van valami, akkor csak írjátok le a kommentbe, mert én nem tudom, hogy mi ez, szóval ja, de mindegy, megígértem, hogy lesz videó hétfő, szerdán és pénteken, szóval akkor sok mindent videókat csinálni, szóval ja, akkor már automatisan tudom csinálni, akkor azt hiszem, hogy itt lezárom a videómat, és akkor látok a következő videóban. Csötök!